Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk az Ifjúsági Házban, hamarosan kezdődik egy rendezvény. Erről beszélgetünk Szepesi Tiborral, a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár megbízott igazgatójával. Egy nagyon szép rendezvénysorozatnak érünk ma a végére. Mikor is kezdődött ez a program? 2010-ben került beadásra az a pályázat, amelyet még a jogelőd intézményünk, az Ifjúsági Ház nyújtott be a magyar kormány és az Európai Unió támogatására. Ezt 2011-ben hagyták jóvá, 2012-től kezdődött az a megvalósítási időszak, amely bennünket, mint intézményt érintett. Voltak a kezdésnél gondjaink, hiszen ugye a maga a pályázat egy intézményre került kiírásra, és az összevonás után itt-ott át kellett dolgoznunk ahhoz, hogy megvalósítható legyen, illetve hát évek is teltek el, szakemberek változtak, körülmények átalakultak, úgyhogy át kellett beszélnünk, át kellett dolgoznunk azt a pályázatot, hogy a mostani kor követelményeinek, elvárásainak megfeleljen. A projekt elnevezés az igen csak hosszú, de azért sokan inkább így, hogy ugrópont, így jegyezték meg, és a sportcsarnokban lehetett megtalálni ezt az irodát. De mi is a pályázatnak a pontos elnevezése, tehát kikhez szólt ez a pályázat? Érted, és a közösségért maga a pályázat elnevezése, karcagi fiatalok elhelyezkedését, programjainak támogatására írták és íródott ki ez a pályázat. Ugye, és hogy miért mondt sportcsarnok, ahogy említettem, ugye az Ifjúsági Ház akkor még zárva volt, amikor hozzákezdtünk a pályázat megvalósításához. Tehát egy olyan helyszínt kellett találnunk, amely mindenki számára elérhető, viszonylag sokan fordulnak meg, és egy olyan központot kellett kijelölni, ahol odafordulhatnak a fiatalok, ahol képzések, tanácsadások, különböző rendezvények valósulnak meg. Adta magát a helyszín, illetve hát ebből aztán adódott, hogy adta magát az elnevezés is, ugye ugrópont, tehát szeretnénk eljutni egyfajta állapotból egy annál sokkal jobb, képzettebb, tapasztaltabb állapotba, és hát az ugrópont az azt gondolt, hogy kifejezi ezt az elvárását a pályázatnak. Az elmúlt másfél-két évben nagyon sok olyan kézzelfogható dolog is történt, ami maradandó, tehát nem csak képzések és különböző rendezvények voltak, hanem azért történtek olyan beruházások is, amelyek most is ott vannak, és ma is lehet használni. Melyek ezek, amelyet legfontosabbként kiemelne nézőinknek? Több részre lehet bontani valóban a pályázatot, és akkor kezdeném is gyakorlatilag az elején. Ugye az első az, hogy azokat a szakembereket, akik a pályázatban dolgoztak, föl kellett készíteni ezekre a programokra, tehát egyfajta képzést plusz tudást tudtunk adni saját dolgozóinknak, illetve valóban azoknak a szakembereknek, akiknek aztán a későbbiekben számítottunk a munkájára. Egyfajta beszerzések is történtek a pályázat kapcsán, hiszen vannak látható és láthatatlan dolgai is ugye egy pályázatnak. A megvalósításhoz nagyon sok olyan apró dologra, fénymásolóra, papírra, szakmai anyagra szükség van, amely befolyásolja azt, hogy meg tudjuk-e valósítani. Ezek is megtörténtek. Tárgyi eszközberuházások is történtek, tehát egy kicsit szebb lett maga az a környezet, ahova vártuk a fiatalokat. És hát egy nagyon fontos beruházás is, hiszen a Sportcsarnok udvarán egy olyan szabadidő park, konditerem került kialakításra, amely azt gondolom, hogy a régióban is egyedülálló. És akkor említettem ugye a látható és láthatatlan dolgokat, hiszen azok a tanácsadások, azok a képzések, amelyre vártuk a fiatalokat, a részükről kézzelfoghatóak voltak, hiszen ott voltak, megtapasztalták, kaptak egyfajta plusz tudást, és itt említhetem nem csak a tanácsadásokat, hanem a különböző tábori rendezvényeket is. Tehát ezek is megvalósításra kerültek, és a következő nagy csoport az ugye a nagy rendezvények, a koncertek, a különböző családi rendezvények, tehát ez mindennek a pályázatnak a részei voltak. És hát azok az eszközök, amelyeket ön is említett, azok már itt maradnak, az élmények pedig a fiataloknak és mindazoknak az emlékeiben megmaradnak. Hogyan ítéli meg? Sikeres volt ez a program? Azt gondolom, hogy igen. Ahogy majd a záró rendezvényen is el fogom mondani, és ezzel záródik is, hogy részünkről azok részéről, akik dolgoztak ebbe a pályázatba, óriási tapasztalatot jelentett. Az, hogy végigcsinálhattuk ezt a hatalmas pályázatot, és egyfajta inspiráció is, hiszen a következő pályázatokhoz lehetőségekhez olyan ötleteket tudtunk meríteni tapasztalatainkból, amelyek azt gondolom, hogy fognak majd ebben segíteni bennünket a jövő munkában. Azok, akik pedig részt vettek, azoknak pedig azt gondolom, hogy sok-sok élményt jelentett ez a program.
szavaiból én arra következtetek, hogy megint keresik a forrásokat, és esetleg már lehet, hogy megvan az újabb ötlete egy következő pályázatnak. Ötleteink vannak, és várjuk hozzá a pályázati kiírásokat. Nyilván én azt gondolom, hogy a következő időszakban is lesznek hasonló pályázatok, mi készen állunk és várjuk a lehetőséget. Itt én láttam egy beszámolót, míg belepillantottunk, egy 500 főt láttam, hogy azért az 500 fő azért általában megjelent ezeken a nagyobb rendezvényeken. Azt hiszem, hogy ez is a sikerét jelzi az elmondottaknak. Igen, nagyon sok indikátor számot írt elő részünkre a pályázat, ennek szinte mindegyikét tudtuk teljesíteni, tehát nagyon sokan vettek részt a tanácsadáson, közel 500-an. A nagy rendezvényeinken nagyon sokan voltak, hiszen a non-stop vetélkedőn, a 24 órás labdarúgó tornán, de a koncerteket is említhetném, ahol több százan jelentek meg. Tehát valóban azt gondolom, hogy ezt az egész korosztályt, a 12-27 éves korosztályt sikerült megmozgatnunk. Reméljük akkor, hogy lesznek különböző hasonló vagy még nagyobb volumenű pályázatok. Ehhez önöknek jó munkát és sok-sok pénzt kívánok. Köszönjük szépen. A kerekasztal beszélgetést dr. Juhász Erika, a Debrecen Egyetem tanszékvezető főiskolai docense, a projekt ifjúsági szakértője fogja vezetni. Itt már tájékozódott, de hát gondolom az elmúlt másfél-két évben nagyon sokat volt itt Karcagon, tehát benne van ebben a programban. Hogyan ítéli meg? Sikeres volt ez Karcagon ez a program? Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos, kiemelt projekt Karcag városa részére. Minden település küzd azzal, hogy a fiatalokat meg tudja tartani a településen. Egy ilyen ifjúsági projektnek, ami a 12-29 év közötti fiatalokat és fiatal felnőtteket célozza meg, kiemelt feladata az, hogy megtalálják ezek a fiatalok itt Karcagon a lehetőségeiket, a boldogulásukat, a közösségeiket, szeressenek itt élni, és ez a projekt ehhez én úgy gondolom, hogy nagyon nagy mértékben hozzájárult, közvetve is, és teljesen közvetlen tanácsadásokkal, új közösségek kialakításával. Tehát én úgy gondolom, hogy ez nem csak Karcagon, minden településen nagyon fontos lenne, hogy egy ilyen típusú ifjúsági projekt megvalósulhasson. Itt az előbb én láttam egy beszámoló részletet, és abban láttam, hogy tényleg a pályavelezés és a tanácsadóstól kezdve a párkapcsolatig, tehát tényleg egy igazán széles körben lehetett jönni. Mennyire bátrak ilyenkor a fiatalok, amikor esetleg ilyen kis kényes kérdésekről kell párkapcsolat vagy bármi olyanról beszélni, tehát hogyan látja ezt? Én úgy gondolom, hogy természetesen nem olyan egyszerű bevonni első körben ebbe a fiatalokat, mivel nem tudják, hogy mit fognak itt kapni, mire készüljenek, ezért van bennük egyfajta ilyen félelem, hogy mi is fog itt vele történni. Ezért próbáltunk különböző kiscsoportos foglalkozásokban, klubokban mozgatni a fiatalokat, velük közösen gondolkodni, megismerhették azokat a kollégákat, akik később pszichológiai vagy pályaválasztási tanácsadásokat nyújtottak részükre, és így aztán már könnyebben bementek az egyéni tanácsadásokra is. Úgy gondolom, hogy nem feltétlenül probléma egyébként, hogyha nem csak egyénileg, hanem többen, esetleg kis csoportban kérnek tanácsokat, mert ezáltal szembesülnek azzal, hogy nincsenek egyedül a problémáikkal, és közösen közös megoldásokat próbálnak erre keresni. Tehát én úgy gondolom, hogy minden ilyen projektnél a kicsit kényesebb kérdések esetén a bevonás az nehezebb, talán nehézkesebb, de van jó pár olyan szabadidős tevékenység, közösségi tevékenység, amin keresztül a projektben elérték ezeket a fiatalokat, és ők már nagy bizalommal keresték meg később ezeket a szakembereket. Azt hiszem, hogy tényleg hasznos volt. Itt hallottuk, hogy nagyon sok olyan program volt, amin több százan vettek részt, és olyan koncertek, amire másképp egyébként nem lett volna lehetőség. Nem tudom, hogy önnek melyik volt ebből a szakterületből, ami a legszívéhez közelebb álló volt. Én úgy gondolom, hogy az is egy érdekessége valóban ennek a projektnek, hogy az egyéni tanácsadástól a klubok, kisközösségek foglalkozásaink keresztül egészen a nagy rendezvényekig volt lehetőség különböző területekbe bekapcsolódniuk a fiataloknak. Fontos ez a sokszínűség, mert a mai fiatalok talán még jobban igénylik ezt a fajta sokszínűséget, különbözőséget, a lehetőségek közötti választásnak az esélyeit, mint mondjuk mikor mi fiatalok voltunk. Én azonban mindenképpen a hosszú távban gondolkodást tartom fontosnak, tehát emiatt elsősorban azoknak a kisközösségeknek, kluboknak a létét emelném ki, amelyek hosszú távon is működtethetőek. Hagyományőrző csoportok, a diák önkormányzatnak a létrejötte és tovább működése, mert ezek nem csak a projekt idejére tudnak koncentrálódni, hanem későbbiekben is folyamatosan részt tudnak venni ebben a fiatalok. És emellett fontosnak tartom azt is, ami szintén egy
fenntartott értéke lesz és lehet ennek a projektnek, hogy egy ifjúsági információs irodának a kialakítására is sor került a projektben, és ez továbbiakban is itt Karszagon a könyvtár és ifjúsági ház épületében tovább tud működni, és így van egy biztos pont, ahova fiatalok bemehetnek, kérdezhetnek, információkat kérhetnek, egyáltalán megtudhatják azt, hogy hol milyen lehetőségeik vannak, mert hiába, hogy az internet világában már nagyon jól lehet tájékozódni az internetes oldalakról, de a legtöbb fiatalnak még mindig szüksége van személyes tanácsadásra és személyes kapcsolódási pontokra. Arról nem is beszélve, hogy az internet kínálta sokféle információban nagyon sokszor elvesznek, vagy nem a megfelelő információkat szűrik ki, és ezért egy ilyen ifjúsági irodának a működtetése, én úgy gondolom, hogy egy olyan településen, ami meg akarja tartani a fiataljait, kiemelten fontos lesz és lehet. Köszönjük szépen! Én is köszönöm! Kovásné Kerekes Katalin asszony az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnökével beszélgetünk. Nagyon sok programon azért találkoztunk mi is az elmúlt másfél-két évben. Hogyan látja, sikeres volt ez a program? Én szeretettel köszöntöm a televízió nézőket. Igen, nagyon sikeres volt a program. Ki kell emelnünk azt, hogy igen nehéz időszakban jött a jó hír, hogy nyert a program, hiszen az önkormányzat is szembesült a nehéz gazdasági helyzettel, és ezért intézmény összevonások történtek, és igazából ez a projekt a Karszagi Ifjúsági Ház projektje volt, arra méretezték, de a megvalósítási időszakban már a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár égisze alatt futott, de ki kell emelnünk, hogy az önkormányzat mindig fontos feladatának tartotta az ifjúsággal való törődést és foglalkozást, és nagyon örültünk, hogy a projekt az nyertes lett, és sikerült gazdag tartalommal megtölteni. És másik nagyon fontos szempont, amit hangsúlyoznunk kell, hogy térítésmentesen volt látogatható minden programelem, úgy a tanácsadások, mint a nagy rendezvények, vagy betélkedők sportrendezvények, és így a legnehezebb helyzetben lévő családok számára és családtagjai számára is elérhetővé váltak ezek a szolgáltatások, programok. Ifjúsággal foglalkozóval, hiszen azért a pedagógus funkciót azt azért nem tagadja meg az ember ennyi idő után sem, nem más területen dolgozik, de azért láttam, hogy ami lehetett mindenen ott volt. Tehát legyen az a non-stop vetélkedő, az egy kicsit mondjuk nosztalgiázás is volt, de koncerteken, sportvetélkedőkön, ugrópont átadáson, tehát mindenen a szívén viselte egyébként is ennek a programnak a megvalósítását. Igen, hát nem véletlen, hiszen én is valóban nagyon szeretem ezt a korosztályt, és közel áll a szívemhez. Már a gyerekeim nőttek bele ebbe a korosztályba, ez is indokolja, illetve kettő szereposztásban is szerepeltem, hiszen a projektben is aktív résztvevő voltam, és innen is kaptam feladatot, de mindig örömmel vettem részt, hiszen jó volt látni a fiatalok arcán az örömet, a kikapcsolódás, az önfelett játék örömét akár, illetve a komoly küzdelmet egy-egy sportvetélkedőn vagy egyéb vetélkedőn. És másik nagyon fontos dolog, hogy az Ugrópont ifjúsági irodában volt egy kis kuckó, ahova leülhettek, lehúzódhattak, olvasgathattak, beszélgethettek, egy kis közösségi teret sikerült nekik létrehozni. Azt mondom, hogy a mi időnkben, az én mi középiskolás időnkben ez az ifjúsági ház még akkor más, akkor még Hemmó volt, mi is nagyon sokat jártunk azért ide rendezvényekre, és azt mondom, hogy az is fontos, hogy ez most újból benépesült, és sok-sok rendezvény lesz. Igen, hál' Istennek, igaz, hogy a könyvtár költözött át, de így a könyvtár olvasó közönsége is, és a fiatalok is kapnak lehetőséget a szabadidő hasznos eltöltésére, összejövetelekre, közös programok megvalósítására, közösségépítésre. Nagyon fontos, így ahogy említette, minden korosztály számára nagyon fontos a közösség, a közösséghez tartozás, egy jól működő csapat tagjának lenni, és átélni azokat az örömöket, akár csalódást is, ami esetleg vele jár, de hangsúlyozzuk az örömöt, amely egy jó csapathoz való tartozásból fakad.
És hát rossz érzése csak annak lett, aki mondjuk egy csocsóbajnokságon nem a győztes lett, vagy nem ő nyerte meg a non-stopot, azt hiszem, hogy aki viszont mindenki győztese lett, hiszen részt vett ezen a rendezvényen. Én azt kívánom, hogy hasonlókról beszámolhassunk, és még több ilyen pályázata legyen a városnak. Igen, én is bízom benne, hogy sikerül majd újabb pályázati forrásokat mozgósítani ifjúsági feladatok végrehajtására. Köszönjük szépen! Én is köszönöm.